Teletöltötte az egyik autós tankját a benzinkutas az egyik szekszárdi kútnál. Többek között ők sem maradhatnak otthon, hiába van koronavírus járvány, hiszen az áruszállításhoz, a dolgozók munkába járásához elengedhetetlen a járművek üzemanyaggal való feltöltése. A munkát más dolgozókhoz hasonlóan hetek óta maszkban és kesztyűben, valamint a rendszeres fertőtlenítés mellett látják el. Egy külön kesztyűt is kiraktak az autósoknak, ha maguk szeretnének tankolni, a tankoló pisztoly megérintése nélkül. A benzinkútnál egyéb intézkedésekről is döntöttek a járvány miatt. A kút üzlethelyiségében matricák felrakásával jelzik, milyen távolságban kell állniuk egymástól a vevőknek. A pult elé pedig több bolthoz, gyógyszertárhoz hasonlóan ők is plexi üveget helyeztek ki. A dolgozók pedig váltott műszakban látják el feladataikat. A takarítás, fertőtlenítés az napi háromszor történik meg, illetve annak függvényében, hogy milyen forgalmunk volt, vagy hogy hányan látogatták a shopot. A shopban 5 személy tartózkodhat maximum, a kávézó részünket azt időben lezártuk, tartózkodást nem igazán preferáljuk. Papírpohárba szolgálunk ki kávét. László Gabriella azt mondja, náluk mindenki dolgozik, senki sem maradt otthon, egyértelmű volt, hogy koronavírus járvány idején is helyt állnak. Hogy folyik nálunk a munka, és kell, és én azt gondolom, hogy mi dolgozzunk ahhoz, hogy az autók tankolni tudjanak, hogy A-ból B-be eljussanak, hogy az élelmiszer eljusson az áruházláncakba, úgyhogy ez maximálisan mi, ameddig tehetjük, és amíg tudunk, addig nyilván itt leszünk és helyt állunk. A benzinkutasok munkájára az üzemanyagárak csökkenése is kihatott. A legfrissebb hírek szerint egyébként péntektől 300 forintnál is olcsóbb lesz 1 liter benzin.